Szép jó estét mindenkinek, Varga Bálint vagyok, és a mai webkonferenciát fogom a következő eh, kb. egy óra hosszáig tart, szóval egy következő óra hosszába megtartani. Remélem, hogy ezt a baranyai horvátországi tájszólást meg fogjátok érteni, igen, hallani, és szabad-e tegeződnem, ezt mindig meg szoktuk kérdezni. Horvátországban nem tegeződünk, ott mindig magázzuk egymást, de valahogy mi magyarok vagyunk is, akkor így közelebbnek érzem magamat. Köszönöm szépen! December 21-e van, 2018, és ez az utolsó webkonferencia az idén. Hétfőn tartottuk a Horvátot tegnap volt egy SZK info, ami nagyon, nagyon ilyen karácsonyi üdvözlet volt, és nagyon szép volt. Sajnálom, hogy a Szívos Laci és a Jolika nem tudtak eljönni, volt neki egy kis szerencsétlenség, de majd bepótoljuk máskor, és nagyon szép volt, szuper volt, mindjárt az elején megmutatom, Ünnepeltünk egy lídert, egy expert és két top-expertet, kicsit dicsekedjünk az elején, és Horvátországba most három top-expert lett. Úgyhogy haladunk előre, és szuper jó az üzlet, csináljuk tovább. Most olyan január 10-ig lesz egy kis pihenés, de utána majd megint. Berakjuk a hatodik sebességbe és csináljuk tovább. A Skyway üzlet egy projekt, ami, ami még ilyen projekt még el, előbb nem létezett, és ez egy teljesen új szakasz a, a, a befektetésbe, úgyhogy nagyon jó tudni egy pár információt róla. Én két és fél éve ismertem meg a Skyway projektet, áprilisban 2016-ban. Akkor vettem egy kis csomagot, utána nem is tudtam, hogy mit jelentenek ezek a részvények, miről szól az üzlet, de többször beszélgettem a Laciékkal, és kaptam több információt. Egy olyan négy-öt hónap után meghívtak Berlinbe a Inotrans világ kiállításra, ahol megismertem a Skyway Capital vezetőit, és személyesen beültem a Unibusba és a Unibike-ba. Mikor megláttam, hogy ez egy igazi projekt, utána úgy döntöttük, hogy elkezdjük építeni az üzletet. Egy pár nálunk, utána uh, Horvátországba, akkor uh, elindultunk Szerbiába, Szlovéniába, most már nem tudom, több mint 150 országban vannak üzletársok, a csoportunk meghaladta 7100 embert. Uh, kilenc expertünk van, most hárman vagyunk top expertek, és uh, uh, minden héten tartunk több info uh, előadásokat, különböző városokba, és minden héten egy konferenciát horvátul, és most decemberben elkezdtük a e, magyar konferenciát, és ezt e, tovább majd januártól is e, legalább kétszer havonta e, lefoglaljuk a termet, és akkor e, úgyhogy a magyarok is, akik tudnak magyarul, kapjanak e, ugyanazt az információt, amit e, mi itten csináljuk. Még mindig hallatszik, ugye? <coughs> Vagy már olyan unalmas vagyok, hogy már elmentetek. Uh, Oké, okay, szuper. Uh, elmondom ezt a uh, prezentációt, ahogy mi szoktuk, sajnos még mindig nem tudtam lefordítani magyarra, de nincs sok uh, sok horvát szó, úgyhogy jobbnyire képek lesznek, és így elmondom, hogy miről is van szó. Lehet, hogy vannak még vannak olyanok, akik ma először hallgassák a, ezt a konferenciát, vagy még sok információ hiányzik, én remélem, hogy választ fogok adni mindazokra a kérdésekre, de a végén hagyhatunk egy 5-10 percet ha valaki szeretne valamit kérdezni. Nekem a Skyway már két éve főállásba csinálom, úgyhogy igyekezzek minden információhoz jutni, bár oroszul még mindig nem tudok, de úgyhogy az információt át tudjuk adni a többieknek is. Anatoly Eduardovics Junicki a fő szereplő ebbe a projektbe, ő már 40 éve készítette, még középiskolába ment ezt a projektet, és uh, a, egyed, ahogy ő mondja, egyedül kezdte. 2014-ben 25-en voltak a cégbe, akkor nyitottak két holdingot, ahol uh, kibocsájtottak 133 uh, milliárd részvényt, és 49%-ot fognak eladni. Ez úgy tervezték, hogy nyitnak három céget, egy internetes céget, és kettő különböző céget, akik majd a részvényeket fogják ajánlani kis befektetőknek crowdfunding investíció. Ez azt jelenti, hogy kis mennyiségű részvényeket olcsó, még egy centér se, adják oda a kis befektetőknek, és mikor összegyön a pénz, 15 szakaszba elosztották a projektet, három évre. Igaz, hogy most már 4 év elmúlott, de egy projekt se, ami ilyen nagy projekt főleg, nem úgy megy mindig, ahogy kellene. Bár itten ebbe a 15. szakaszba most mi még 5 napig leszünk, 26-án, vagyis 6 nap, december 26-án megy át a 13. szakasz, itt nem lesz többet csúszás, és a, amit 15. szakaszba terveztek, 15. fázisba, azt a is, már, már vannak olyan dolgok, amit akkor már megcsináltak. Például uh, szerződést kötni, és elkezdeni építeni, ez a 15. szakasz után volt terv, de ők már az idén építenek uh, több. Uh, Helyen, úgyhogy sok mindent a Unicki előre is hozott. 2014-ben 25, most 600 magas kvalifikált dolgozó van, és még 800, aki a cégbe direkt dolgozik. Ha összeadjuk a Skyway Capital, meg ez a többi másik két cég, aki ajánlja a, a részvényeket, akkor mondhatjuk, hogy 1500 ember a cégbe most pillanatnyilag dolgozik. Tíz év után azt mondta Unickey, hogy ön 100 ezer ember fog dolgozni, és egy óriási, multimilliárdos cég lesz a Skyway. Mi nagyon hiszünk ebbe az üzletbe, mert majdnem minden nap kapunk új információt, és én is mentem az információért, Lacival utaztunk Rigába, Lettországba, Berlinbe, Szlovákiába, Ukrajnába, kétszer voltunk Minskbe, Olaszországba is elmentünk, mikor jöttek az előadások, Zágrába is tartunk egy nagy konferenciát, Budapesten is kétszer voltunk. Úgyhogy megyünk az információ után, meg ha az ember meglássa élve ezt az egészet, ha kezet fog a Junickival, meg beleül, például most Berlinben eh, szeptember 21-én ott voltunk újból, eh, beleültünk ezekbe a, a Unibuszba, meg a többi járműbe, akkor eh, nem kell, akkor, akkor már nem hiszünk senki másnak, olyannak, aki ír blogokat az interneten, és eh, azt mondja, hogy ez eh, valamilyen nem is igazi találmány, mert csak leocsája saját magát, aki ilyesmit ír. Úgyhogy én mindig azt, azt szoktam mondani, már 25 éve foglalkozok különböző hálózatokkal, és több tízezer ember is volt már a csoportban együtt, a feleségemmel mindig csináltuk. És mindig azt szoktam mondani, ha akarsz megtanulni valamit, akkor oda kell menni a szakemberhez, aki meg tudja azt a tanítani, és elkezdeni ezt csinálni. Például az én nővéreim, meg a húgom is, ők fodrászok, és én egész életemben néztem, hogy hogy nyírnak, de soha nem tanultam meg nyírni, mert csak néztem messziről. De ha valamit elkezdek csinálni, akkor megkérdezek valakit, és akkor tovább megyek, akkor megint kérdezek, megmutassák, csinálom, akkor, akkor az már működik. Ez minden üzletre jellemző, és ez így működik minden az életbe. <kül> Mi a fontos ebbe a projektbe? Egy, ami nekem, én, én sofőrnek mentem, és ilyen buszsofőr akartam lenni, vagy oktató, utána jött a háború, akkor tiszta másra elmentem, és nem dolgoztam soha, mint sofőr, mert már 93-ban elkezdtem az mv t csinálni, és, 15 évig azzal foglalkoztam. És úgy nézni. Igen, fel, fel van, megy a felvétel, már ma is lesz, meg a Youtube-on a oroszok felteszik két nap múlva. Meg lesz. <kül> Úgyhogy nem dolgoztam a szakmámba, és most na, de ilyen mindig, mindig érdekeltek a járművök, meg érdekeltek a napkollekterek, ezzel is foglalkoztam, és az, azért tetszett nekem ez a projekt. Úgyhogy mikor megláttam, hogy, hogy működik, mikor kaptam információt, sajnos nem mindjárt áprilisban, mert mással foglalkoztam, más munkám volt, és nem, nem tudtam mindjárt elképzelni. De már szeptember 2016-ban akkor láttam, hogy ez egy nagyon komoly üzlet, és a, ami legfontosabb ebben a projektben, hogy több millió, százmillió, lehet, hogy milliárd ember is fogja használni. Ha nekünk van egy olyan termék, vagy valami szolgáltatás, amit rengeteg ember fog használni, hogyha azt pár forintért is adjuk, akkor is milliómosok lehetünk. De ha olyan termékünk van, például volt egy olyan emelőműzlet, ami egy rá kellett fújni az ingre, és kivasalni. A hát szuper termék, jó termék, de egy olyan termékkel egyszerűen a cég nem tudott mit kezdeni. Mert egyetlen olyan termék, ami, ami egy termékkel dolgoznak, és kevesen használják, akkor az nem. Ezekkel a járművekkel az emberek minden nap fognak menni utazni, a munkahelyre szórakozni, a rokonokhoz, bárhova szeretnek menni, nyaralni, mindenki fogja minden nap használni. És akármilyen olcsó lesz a jegy, akkor is nagyon nagy forgalom fog lenni benne. Például a Bécsi metro az 6 euró egy napi jegy, és mikor számították a Jekaterinburgi uh, egész napi egyet az 30 euró cent. Szóval ilyen nagy különbség, és uh, ez, ez uh, mindenki fogja használni. Uh, nekem azt, tetszett, mert uh, ez azt jelenti, hogy nagy üzletet lehet belőle csinálni. És az a legszebb benne, hogy mi uh, részünk uh, benne van, Mindenki vett, a, amennyit tudott részvényt, valaki lehet, hogy csak 250 dollárért, valaki 1000 ezerért, valaki 100 ezer dollárért, de azok már nagy befektetők is, akkor ők úgy is számítsák a pénzüket, hogy uh, meg, meg sor, sokszorítsák. <kül> ha valaki legkisebb csomagot is vesz, akkor az is uh, tud valamit majd egy pár év múlva, amikor a cég kimegy a tőzsdére ha el akarja adni, lehet, hogy vesz magának egy új autót, vagy egy új lakást egy, egy legkisebb csomaggal. Ami most elment volna egy kis hétvégi utazásra, egy, egy két-három nap hotel, vagy, vagy valami ilyenre, és elfelejtettük volna. Én mindig azt mondom, minden üzlet és minden befektetés rizikó, és nem kell az összes pénzt befektetni, de a a Skyway-ba egy részt, aki 2014-ben fektetett be, az nagyon-nagyon rizikós volt, de most már nem csak katalógus van, hanem kiépített parkok és építik a szakaszokat, ahol már egy fél éven belül az emberek meg fogják fizetni, hogy utazhassanak. Úgyhogy most már nagyon kicsi a rizikó és most lehet már többet is befektetni, és az emberek most, most jönnek a nagy befektetők, most már észrevettük ilyen 25 meg 50 ezer dollárosok is sokkal bátrabban bejönnek az üzletbe, bár nem kapnak annyit, mint két évvel ezelőtt, mert minden fázisba változik a diszkont. Így 26-án decemberben is egy olyan 5 7%-kal kevesebbet fogunk kapni, de ezt majd a végén elmondom. Az a jellemző a Skyway-re, hogy nem, nem a, az aszfalton, nem a sineken megy lent, hanem felemelik ilyen 6,5-15 méterig a városba, városon kívül még magasabban is, és akkor itt nem tud összeütközni a másik autókkal, a gyalogosokkal, állatokkal, és azért egy, egy legbiztonságos utazás lehet ez a világon. Mikor lássuk ha az városokban, hogy mi történik, nem kell messzire menni, Budapest, Bécs, ilyen nagyobb városok, ottan látjuk, hogy minden nap az emberek utaznak egy-két óra hosszát a munkahelyre, utána vissza, és nagyon sokszor itt van, most ilyen idő van, esik az eső, egy kicsit a hó, akkor köd van, nagyon sokszor megsebesülnek az emberek, összeütköznek, karamboloznak, és a Junitski ezért, ezért tervezett ilyen sokáig, és kitervezte a legapróbb dolgokra mindent, hogy ez az üzlet meglegyen, és akkor látjuk itten Indiába, ott nagyon sokan vannak, egy milliárd 300 millió ember, és nagyon kevés a vonat, kevés a buszok, és egyszerűen nem elég az utazása. És ilyen helyekre a Skyway, ha bejön, akkor leterheli a forgalmat, és sokkal könnyebben tudnak az emberek olcsóbban is, meg gyorsabban odajárni. Oda a másik, ami nagyon fontos, ami nekem tetszik, hogy ma az információ és a gyorsaság, ez nagyon fontos. Mi mindannyian oda akarunk jutni, soha nem elég. Ha fél órát kell utazni, akkor mi szeretnénk 15 perc alatt ott lenni most mobilon, meg interneten olyan gyorsan mennek az információk, régen ezt tett, postás vitte a levelet, még megkapta valaki, akkor a telegram jött, úgyhogy fejlődik a világon minden, de az utazás annyira nem fejlődött. Jó, mondjuk rá vannak repülők, el lehet utazni egy nap alatt Ausztráliába, Amerikába, mindenhova, de ilyen városokba, ami pár száz kilométerre, a Skyway még a repülőtől is gyorsabb. Ami még érdekes, hogy nem használnak foszil üzemanyagot, és mindent, minden villanyáramra megy. Ezt már észre lehet venni, a Volkswagen már bemondta, hogy jövőben ők csak elektromos autókat fognak gyártani. A csak a Mazda a japán autóktól fogja a következő 5 évben még a dízel autókat gyártani a európai piacra. 5 év után már a többiek, a Toyota, a Nissan, a Honda dízel autókat többet nem gyártanak. És ez utána jön a benzin, és egy 10-15 év múlva nagyon meg fog változni az egész. Ezért nekünk fontos, hogy már ezzel kezdjük a villamos autókkal. Itt látszik, hogy a Junicki Moszla környékénben 8 évig építkeztek, próbálkoztak, nagyon kevés pénz volt nekik, és a oroszok nem is engedték meg nagyon nekik, mert tudjuk, hogy a Oroszországnak rengeteg naftája van, meg gáz, és a, ez, ez, nem, nem volt nekik érdekükben. Utána akkor Fehér Oroszországba átmentek 2014-be, és akkor ottan elkezdték építkezni az Ecotécno Parkba, ahol mi már kétszer voltunk. És az van, hogy most már ki van teljesen építve, és lehet, lehet már utazni ilyen járművekkel a ekotechnoparkba. Akkor le kellett védni ezeket a termékeket az egész világon. Amerikában is a Unibus le van védve 25 évre. Akkor Oroszország, Fehér Oroszország, Kína, Japán, Ausztrália 23 EU országban. Itten 77 ilyen patentet, certifikátot védtek le. Azért, hogy meglegyen nekik legalább 25 évre, hogy mások ne tudják átmásolni. A minzbe van a gyár, ahol már sok járművet gyártottak. Itt van a cím is, el is lehet menni oda. Már sokan voltak ott, magyarok is, én még nem voltam és olyan 5-10 járművet tudnak havonta gyártani. Most négy fajta járművet gyártanak pillanatnyilag, ami a következő, ami áprilisig be lesz mind mutatva, és már utazni fognak. Most minden ilyen ezek a munkások, ezek inzsinyerek, és kézzel csinálják, de később majd van ter Szlovákiába, Indiába, Indonéziába és Emirátusokba lesz majd ilyen gyár, mert sokkal olcsóbb ottan legyártani, mint elküldeni vonattal vagy hajóval, sokáig is tart, meg nagyon drága a szállítás. A Techno Parkban Körülbelül 350 millió dollárt fektettek be. És miért csinálták egy ilyen parkot? Azért, mert ha a Unickey ezt a projektet el akarja adni valakinek, nem lehet odajönni egy katalógussal és megmondani, mi majd ezt legyártsuk nektek, és megcsináljuk. Fizessetek be ide 3 milliárd dollárt, és minden szuper meg lesz egy év múlva. 2016. novemberben nyitottak ki egy rövid 200 méteres szakaszt, és utána most, mikor voltunk augusztus 4-én, 5 szakasz kész, és mind, mindegyiken már folyik a forgalom. Ide még kell majd egy 120 millió dollárt a Ecotechno Parkba, mert még majd fejlődik, de az a jó, hogy Dubajba is készítenek, ott is lesz egy bemutató park, ahol sokan eljöhetnek, és meg tudják látni élve igaziból ezt a technológiát. Ez a 5 jármű, a Unibus 14 személyes, akkor a Unicar az 18 személyes, és 48 személyes Unibus, Unitrak ami tehert visz, és UniBike két személyes. Ezeknek megvan minden engedély, már uh, holnap mehetnek a városba, és Európába uh, megvan az az engedély, meg a TÜV német certifikát is, úgy, hogy a utasokat szállíthassák. Mondtam már, hogy a célprojekteken, amit fognak építeni, mindenhol napkollektereket, szél, szél gyártja a szélből az ármat, és nem jött eszembe. Szélgenerátorokat fognak tenni, úgyhogy off-grid rendszer legyen az egész, és legyen elég villanyáram, még plusz vagy 70% a Unitsky szerint annyi, annyi lesz egy pár technikai dolog, például egy Unibike 100 km sebességgel, ha átmegy 100 km-t, 3,2 kW energiát fogyaszt el. Ez nagyon-nagyon kevés, és nagyon jó megtakarítása van. A Unibus, ami 4 személyet visz, 14 személyt visz, az 9,9 kw szóval még 10 kW-ot sem használ el, egy Tesla autó 100 km-re sokkal többet elhasznál, és csak négy szemét vihet, ugye? Ez is gazdaságos. A Unibus egy óra alatt több mint 50 ezer utast át tud szállítani, nem egy, hanem egy szakaszon lesz több, és ahogy változik, a, változik az idő napközben, Reggel, amikor mennek munkára, akkor többet tesznek, utána dél körül kevesebb, és akkor megint délután több esztet úgy fogják majd a rendszerbe irányítani. Ez egy szakasz az Ecotechno Parkban, amit lefényképeztünk, ami egy teljesen új technológiával készült. Ez már Berlinben van, de itten közelről meg lehet látni hogy olyan vastagságú, mint egy mobiltelefon, és 6 kilométerre szél lehet húzni, de már az idén, amit elkezdték építkezni Abu Dhabi-ba, Abu Dhabi ott már 2 kilométerre szél fogják húzni egyik helyről a másikra. Egy ilyen is már mehet rajta, úgyhogy nagyon erős. Azt mondta a Unitsky, hogy olyan 200-szor erősebbnek kell lenni, mint a teher, ami megy rajta. Akkor az biztonságos. De olyan biztonságos, hogy két zsinor lesz, úgyhogy sokkal erősebb lesz az egész. A Unicar az két fajta lesz, ez amelyik lóg, és fent vannak a kerekek, de lesz olyan is, ami alól van a kerék. Azt még nem gyártották. Egy ilyen unikárt most gyártanak, de úgynevezett VIP Unicard, ami be lesz rendezve minden extrákkal, amit az arab gazdag milliárdosok megrendeltek, úgyhogy ők nagyon kényelmesen szeretnek majd utazni. A Univind... Az egy teljesen nagy meglepetés lett nekem, mert semmit nem írtak róla, csak egyszer megjelent, és két, két személyes, ami fiaink is voltak, nekik ez legjobban tetszett. Ez egy olyan, mint egy kis autó. Be kell programozni, hogy hova szeretnék jutni, és ahogy ki lesznek majd építve a városban, meg a városon kívül több száz kilométerre evel a Univindal el lehet utazni. Minden járműnek ilyen 100-300 kilométerre lesz akkumulátor, amivel tud menni, ha nem is lesz áram. Csináltak egy dront, eznek még nem volt meg az engedélye, akkor, mikor ott voltunk augusztusban, de másfél tonnát tud vinni, és ilyen 600-700 km-re el tud repülni. Két személyen be is ülhetnek, de távirányítóval tudják használni. Ez nem áromra megy, ez kerozinra. Azért csinálták, hogy a, út, a építkezésbe a dronnal sokkal olcsóbban meg tudják csinálni, mert 1200 dollárba kerül egy óra hossza, a teher uh, helikopterek bérlése. Úgyhogy uh, ez a 4,2 millió dollár, amit uh, befektettek a drónba, vissza fog jönni nekik, és ahogy megkapják az engedélyt, tudják gyártani majd máj, a eladásra is. A Unimobil egy kis autó, ami nem ezeken a uh, zsinorokon fog menni, ez közlekedik az aszfalton a városba, két személyes 100%-os elektromos autó, és az első autó a világon, ahol egy rokkant kocsival be tud menni egy személy teljesen egyedül. Senkinek nem kell, hogy segítsen neki. 220 volton 10 óra alatt fel lehet tölteni, 100 km a maximum sebesség, és 120 km-t át tud menni egy töltéssel. Szóval este rátesszük a garázsba, megtöltsük, és akkor reggel a városba lehet utazgatni. Természetesen egy pár év múlva nagyon sok helyen, már majdnem minden parkolóba lesznek ilyen töltők, úgyhogy fel lehet tölteni, még megiszunk egy kávét, lehet, hogy 50-60 ot feltölti. A Unibob mobil majd teljesen lesz a eladásba ilyen felszereléssel, hogy az egészséges emberek is, szóval nem csak rokkantoknak csinálták. És érdekes lesz, mert szerintem nagyon jó ára lesz, és ahogy mi szoktuk mondani, még pontokat is visz. A Unitsky kidervezett egy projektet, ahol a kikötőkbe, ilyen tengeri kikötőkbe, ahol sok, sokat várnak a nagy hajók, teherhajók, több mint 20-25 nap is szoktak várni, ilyen Indiába, Bombajba, Mumbai, ugye most új neve van neki, és a Junitski által kiszerelés, ez a Unicont, amit most szintén gyártanak, egy 20 méteres és 40 méteres, szóval egy vagy két konténer rá lehet tenni, és 17 óra alatt tisztára ki lehet üríteni egy ilyen óriási hajót. <laughs> Nincs megszabályozva olyan 30 méter mélyen le lehet ásni ezt a szakaszt, és képíteni 10 kilométerre, úgyhogy több száz hajó és ide tud jönni, nagyon gyorsan uh, el, ez a, leterhelik a kikötőket. Már Indiával is, és Emirátusokkal is uh, tárgyalnak. Még egy kis technológia a sinekre, van egy acél fej, feje neki, ami nagyon pontosan, precízen ki van húzva. Most, amit Dubajba építkeznek, az Bécsből rendelték az acélt, erre erre a tervezre, de utána majd dubajba is fogják gyártani. Nekem az is tetszik a Skyway-ba, hogy mindent saját maga akar majd gyártani, úgyhogy minimum csak a nyers anyagokat fogják rendelni a külső cégekből. 250 ilyen szájli, acél szájli zsinor van, ami ilyen minimum 50 évig, vagy 100 évig, 50 és 100 évig között a, bírja ki ezt a, ezt a tehert, és két cső, egyikbe villanyáram, a másikba meg internet megy. Az összes információt blockchain technológiával interneten adják, mert a, ezekben a járművőben nincsen sofőr, automatizálva van az egész. Ez egy kerék, ami olyan precízen meg van csinálva, hogy 500 km sebességgel fog majd járni. Ezt is Berlinbe fényképeztük most, és az jellemzi ezt a kereket, hogy egybe van a kerék, a motor és a fék. És ezért nagyon kevés energiát fogyaszt. 0,6 nanométer technológiával csinálják, ez olyan, mint a laboratóriumi, úgy mondták, ilyen kórházba, kórházi laboratóriumi szerszámok vannak. Az infrastruktúra, azt nem sokára fogjuk majd látni, teljesen új, szóval a Skyway nem csak járműveket jár hanem komplet infrastruktúrát épít az egész világon és azért ez azért, azért kellett ennyit elkészül, ennyi elkészülés, meg, de a gyártás az majd nagyon gyorsan fog meg a építkezés menni. A járműveknek megvan, mondtam, 100-300 km-ig akkumulátor, ez is már megvan pontosan, még nem tettem be a prezentációba. GPS, a, aki vezeti ezt egy külön szobába, kontrollszobába, pontosan tudják, hogy melyik méteren van, ez most már nem nagy valami, mert ha van mobiltelefonunk, akkor is már tudják követni, hogy merre járunk. Kommunikációs rendszer, biztonsági rendszer, ami azt jelenti, hogy ha egy előttünk me megálló jármű van, akkor teljesen megáll, olyan biztonsági helyen, és ha lassabban megy, akkor úgy lelassít. És akkor van itt még sok rendszer, ne mondjuk meg mindet. Transnet, ez a rendszer, ami ahol vezetik ezeket a járműveket, például egy város, vagy egy város rész, ugye, ha nagy lesz, és itten követik. Itten, itten uh, uh, gondoskodnak az egész uh, rendszerről. A Saud Arábiában, az Emirátusokban, a, Saudi -Arabiába, a, Emirátusokba, a Emirátus, vagy igen Dubaiba, a uh, Herceg már körüljárta a Skyway-t, uh, a Unicart uh, uni és a unibus megnézték, és itt már építkeznek ilyen szobákat, azért tettük fel ezt a képet, így fog igazából nézni. Milyen árba van az egész? Ez is nagyon fontos. A Skyway-t sokkal olcsóbban fel lehet építeni, mint a, a kö kamion, a kö a ilyen a vasút, és a metrót, a gyorsvonatot, ami mágnesesen mennek, sokkal olcsóbb a fenntartás is, a biztonság is, úgyhogy nagyon sok előnye van minden más közlekedési rendszer szerint. 16 világkiállításon voltak, ha számítjuk ezt Moszkvában, ami volt most napokban, akkor már 17 mert ott is voltak, bár ott ilyen befektetési kiállítás volt, ilyen Brian Tracy témáról volt szó, és arról volt szó, hogy a Skyway egyik legjobb befektetési rendszer, lehet, hogy már olvastátok a hírt, híreket, ez egy nagyon szuper információ, biztonságot ad nekünk. A Dubajba egy unibike mutattak be, és az már elég volt, hogy áprilisban, tavaly volt az idén, hogy májusban már meg volt kötve minden szerződés, és készítették az építkezést, amit az idén szeptemberben elkezdték építeni, és a 11. fázist az arabok meg is vették. Akkor most volt ugye a berlini inatrans itt bemutatták a Unibuszt, ami 500 km sebességgel megy. Ez egy különleges Unibusz, ilyen még nem csinált senki. Nagyon szépen néz ki, olyan kényelmes az egész. Van elég hely a lábunknak is, mikor beültünk, meg 6 nagy bőröndet be lehet rakni, vagy 8 kicsit kisebbet, és szuper ilyen bőr üléses, bent van a táblagép, ahol meg lehet, lehet hallgatni a zenét, vagy nézni valami videókat, internet van, milyen meleg legyen, vagy, vagy hűtsön, bennünket az ülés, úgyhogy mindent be lehet igazítani, ilyen szuper modern néz ki az egész. Jövőre már április túl, szeptemberig fogják tesztelni uh, Dubajba, és uh, utána, ha megkapja az engedélyt, akkor már uh, építik a 60 kilométert, meg a többi, de ezt még majd mondom. Uh, itt ezen a képen meg lehet látni, hogy mennyire modernebb, és teljesen más a közlekedés, és amit már eleinte mondtam, nem tud összeütközni másik járművel, se állatokkal, gyalogosokkal. Ez a 12 projekt, amit már megcsináltak, Unibus, Unibike, Unicar, Unitrack, Drón, kis drone, nagy drón, Unimobil, ez már megvan. Most, amit mondtam, a Unicontot kettőt építenek, építenek egy Uh, júni, uh, na itt van ez. A júni Speed, ami 300 személyes lesz, és 500 km sebességgel fog menni. Ezt az arabok megrendelték, és most pillanatnyilag minzbe ezeket építik. Uh, természetesen képeket még nem nem láthatunk, de ahogy kész lesz, eljuttassák oda, akkor majd ottan meg. Vagy lehet, hogy azt hiszem, hogy áprilisban jövőre Dubáiba lesz egy kiállítás, lehet, hogy ott majd bemutatják. És ahogy mondtuk, a VIP kárt ez a negyedik jármű. Ez a négy, négy van most, amit, amit készítenek. <kül> a célprojektek több tíz célprojekt van, amit már aláírtak, és vagy ki van finanszírozva vagy finanszírozás közben tart. Az első három az a Járkhand ország a Indiába, ami 926 millió dollár és ezer ember fogja három évig építeni. Ez még hivatalosan nincs bemondva, de nem hivatalosan már a Unicki is említette, hogy több kontinensen építkezünk, úgyhogy szerintem ez tett Indiában már a Ráncsi városba a utasszállító és teherszállító, és 129 km a gyors szállító. Indiai voltak az elsők, akik megrendelték, és még nem is látták, hogy milyen gyorsan megy. A miniszter, közlekedési miniszter volt már Minzbe is, úgyhogy kapcsolatban vannak ilyen magas szintű vezetőkkel. A Dalai Lama-nál az az északi indiai rész, magas Tibet, ez 4-5 km magas hegyeken van neki az ő otthona, és másfél millió ember évente őtet meglátogassa az egész világról. A Kangre repülőtérről 14 km van, amit majd építkezni fognak. 42 Unibus van, arra is 30 millió dollárba kerül ez a projekt. Indiában még a Unitszki kapott egy ilyen diplomát, a okos városok véget. 5 cég jelent meg ezen a kiállításon, szóval 5 cég a világon tud ilyesmit építeni. A Skyway az egyik, ez egy teljesen új városok lesznek, ahol minden tiszta, zöld energiával lesz ellátva, ilyen passzív házokkal, ahol a ház megtermeli a saját energiát is, a villanyármat, a melegvizet, ilyen napkollekterek lesznek majd ellátva, és megvan már a zára is, aki majd akarok lakni, tudja már majd megrendelni. A indiai ország 9 ilyen város szeretne felépíteni. Ezt a képet a indiai minisztériumból vettem le. Ott vannak teljesen készek a tervek, minden megvan. Én mondom, ha Skyway csak a 20%-ot megkapja, az 18 nagy város, ami több millió ember befér akkor számítsuk meg, hogy mennyi dollár lesz a Skyway részvény egy 5-10 év múlva. Abu Dhabi, ez a célprojekt, Junicki bemondta egy körbe egy hónapja, hogy 100 millió tonna betonblokkokat rendeltek meg, amit, amivel ki fogják építeni ezeket a műszigeteket, és ne lássuk, hogy olyan 500 métertől 2000 méterig lesz az a technológia, amit most bemutatták Berlinbe is, meg a Ecotechnoparkban lefényképeztük, ez a szuper, vékony, és hétszer erősebb, mint a acél zsinor. Sok cég ki tud, fel tudja építeni ezeket a szigeteket is, meg a, rá ilyen épületet, de ami közötte van, a Unibus, meg a Unicar, megy, ezt egyik, egyik cég se a világon még nem vállalta el. Ami bennünket nagyon most érdekel, és lássuk, láttunk most egy új videót is erről, hogy a sárják része, ez a Dubai repülőtérnek északi része, itten épül egy, egy városrész, ahol 200 világ cég fog majd ilyen innovatív technológiákat, ilyen találmány, kutatmány, ilyesmivel fognak a cégek dolgozni, és ilyen, ez lesz a legnagyobb kutató komplex az egész világon. A Skyway járművel a Unicont az ide fog jönni, és az összes szég, amit hajóval szállítanak, akkor a skyway al fogják majd tovább szállítani. És nekünk itt a helyünk, mi jövőre el is szeretnénk menni majd, már lehet, hogy a májusba, mert áprilisban az első fázis 25 km, és a épület, ahol megbeszélések folytan, folynak majd, és a, a szerződés aláírások, akkor egy másik épület, ahol a célprojektek, aki megrendelte, azoknak kellene majd betanítani ilyen embereket, akik fogják a -a vezetni ezeket a járműveket egy szobából, és ezt ott fogják majd betanítani. Ezt mind építik most, ez szeptember óta épül. Áprilisban áprilisba át kell, hogy adják. Én szerintem meg is csinálják. Hallottam már olyan, hogy ilyen beton blokkokat raknak a homokba, úgyhogy nagyon stabilan fogjon fog állni, mert nem elég csak leásni a homokban, mint nálunk föld, vagy ugye, ha kőbe ásnak, az a legjobb. Ilyen terem, te, terem, meg a homok ott a legnehezebb építkezni. A második fázis, az első az komerciális, szóval az azt jelenti, hogy az utasok jöhetnek, vesznek jegyet és utaznak, meg lesz teszt is, teszt is, keverem a horvátot meg a magyar, szóval tesztelnek is majd ezen a szakaszon. A második fázis az 60 km lesz, 500 km, és akkor ide jön majd a Unispeed, és a harmadik fázis, az is 60 km, 1250 km sebesség, ezt valamikor jövő év végén kezdik majd építeni. Ők a Dubai Abu Dhabi 130 km van, ezt össze is akarják kötni, majd lehet, hogy még a tenger alatt is fog menni ez a cső, de a Unitsky eztet fogja majd ottan építeni. Ha már itt vagyunk, a Junitski azt mondta, most nemrég, itt látszik, hogy szeptemberben, mikor vágták ezt a Junitski felesége, és ott van e, ilyen hivatalos megnyitás volt. E, itt van a tábla, és ezt is lefényképezték az üzlettársaik, üzlettársunk. Itt látszik, a Unicont, szóval e, ez már a szakasz elmegy a kikötőbe is, és onnan hozza a zárót ennek a 200 szégnek, akik fogják majd használni. Ha már itt vagyunk, a Junicki azt bemondta, hogy a jövő évre 30 milliárd dollár projektről van szó, amit csak Emirátusba fognak építezni, és ha megkapják azt az előleget, akkor lehet, hogy a finanszírozást be is fogják fejezni. Én az én személyesen úgy látom, hogy már a 13. fázist átváltották, hogy minden két-három hónapban megy le a diszkont, csökken, úgyhogy az jövőre olyan július környékén, a 13. fázis be fog végezni, és szerintem a 14-15 nem is lesz. Mert a 30 milliárdból, ha megkapja a 15 ot az 4,5 milliárd, a Skyway-nek meg most 75 millió dollárt kell összeszedni ebbe a három fázisba, és abból a 4,5 milliárdból lesz elég, hogy bevégezzék mindazt, amit kell a 15 fázisig. És szerintem úgy, úgy fog, mert úgy tűnik az egész. Úgyhogy még mondjuk rá egy 8 hónapot lehet venni részvényt, később is majd lehet venni, mikor kint lesz a tőzsdén, de lehet, hogy 1, lehet, hogy 5 dollár lesz, lehet, hogy 6 és fél, akkor is fogják vásárolni az emberek, de ne mi vásároljuk. Mi legyünk azok, akik eladják azoknak a részvényt. De nem mindet. Mert tudjuk, hogy vannak osztalékok, minden évben osztalékot fog a cég fizetni. Úgyhogy ez egy ilyen nagy business center lesz, Londontól el akarnak venni mindent, még a tőzsdét is, Dubai akar lenni a világ ekonomiai központja. Emirátusok 15 évvel ezelőtt több mint 70% bevétel naftából jött, most már ez 24%. Nagyon nagy változások vannak, tudják ők is, hogy a NAFTA az nem a jövő. 10-20 év múlva már nagyon kevés autó fog menni, főleg Európába és Amerikába, Ausztráliába, ahol már nagyon vigyáznak a környezetre. Úgy még a Dél-Amerika, meg Afrika, Ázsia, ott még marad egy ideig, de lassan átmennek a villanyautókra. Van még Oroszországban három projekt, amiről nagyon beszélnek. Egy a Szent Petersburgi, amit ott is a városi, és a, ami most nagyon aktuális, az a Moszkva. Moszkvába körül egy gyűrűt akarnak építeni, és nagyon nagy megbeszélések vannak most. Ami a legnagyobb projekt, az meg Szent Petersburg, Moszkva, Jekaterinburg és Vladivostok. Egész ez egy majdnem 8,5 ezer kilométer szakasz, ami megy a gyors vonat és alatta a teher. Úgyhogy ezt várjuk, állítólag nem hivatalosan a orosz bankok 70%-ba ezt ki is akarják finanszírozni, a 30%-ot meg majd finanszírozok mind. Van még rengeteg projekt, amiről lehet beszélni. Európában, Ausztráliában több mint 80 milliárd, a Emirátusokban mondtuk a 30 milliárd, ami már megbeszélésen megy, és jövőre lehet, hogy építkeznek, de azt mondták a az arabok, hogy ha ez a 25 kilométer jó működik, akkor ők 50 milliárd dollárt be akarnak fektetni a Skyway-ba. Brazíliába ők most már küldtek két hete harmadik delegációt minzbe, uruguayosok is, ott is tárgyalások mennek. Ott már megvannak a befektetők az összes projektre, amit az állam alá fog írni. Filipini, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Estonia a Tallinn a főváros, ottan már e, megvan a terv teljesen kész. E, most, ha ők is a kikötőt akarják összekötni. A városa, Kazaksztánban három projekt, Olaszországban 30 projektről beszélnek. Nekem az a legjobban tetszik a Budapest, Ljubljana, Milano Róma, ami a legnagyobb projekt lesz. Olaszok össze akarják kötni ezt. Tehát Németországban Stuttgart, Svájciak, San Bernardino, Sielő centrum, két és fél kilométer volt ebből, azt hiszem, hogy meghosszabbították, mert a svájciaknak is, meg a skyvéaknak jobban érdemes. Nagyobb projekt, ez 10 millió dollár volt. A San Marino ugyanúgy, mint a svájciak, már ilyen technológia készítéseket csinálnak, és szerintem ez pár hónap múlva lehet majd építeni. San Marino is már küldte a legjobb projekt vezetőt, olasz projektvezetőt is azt mondták nekik, hogy legjobb és egyetlen megoldás a Skyway. Törökországnak is van egy projekt, Indonéziában tudjuk, hogy 42 milliárd dolláros, 8 személyutas és 2 teher, peruaiak is most nemrég voltak, meg argentinok is. Argentinában 500 millió dollár ilyen teher szállítás a peruaiak is meg akarják a gyors szállítást, ami 500 kilométeres. Szóval ez a mi befektetésünk, egy teljesen új zöld technológia, egy újfajta, ö, újfajta járműk, újfajta utazás, és ahogy mondtam az elején, crowdfunding investícióval, ami azt jelenti, hogy investitor befektető jön, Hoz valamennyi pénzt, van egy ötlet, van egy technológia, befektet, ő neki nem kell azon gondoskodni, hogy most melyik fát fog kikerülni majd az erdőbe, vagy milyen technológiával megy ez a kerék. Elmúlik egy kis idő, egy-két-három év, és ha akarja a részvényeket el tudja adni, de ha nem, akkor az osztalékot megkapja. Vladimir Mászló kiszámította, hogy ha 100 ezer részvényből kap, szeretnénk kapni 1000 dollár eh, osztalékot, akkor 66 milliárd dollár éves forgalom kell, hogy legyen. Én szerintem, ha jövőre meg lesz a fele, akkor 100 ezer részvényre 500 dollárt eh, meg fogunk kapni 2020-ban. Ha 15 projektet elindítanak, csak a Emirátusban, az a 30 milliárd, meg lehet, hogy Indiába, meg lesz bőven, úgyhogy 2020-ban már lehet, hogy kapunk osztalékot is. Ha nem leszünk kint a tőzsdén, akkor is osztalék az jár, mert nincs hozzá kötve a tőzsdére. A Mikhailo, az én barátom Pélmonostori, ott volt Moszkvában a Skyway Capital irodába, megismerkedett a Kudrasóval is, és képzeljétek, tegnap előtt jelentette, hogy British Virgin Island szigeteken le is fényképezkedett, és elment oda is a GTI Global Transfer Transport Investment, ez az anyacég, elment az irodába és beszélgetett ott az emberekkel. Tíz nap múlva újból oda mert ilyen hajóval utazik, hajon dolgozik, úgyhogy majd küld új képeket, és ki akarja kutatni, hogy... Igazán ott van-e bejegyezve a Skyway, bármi azt már tudjuk, de ő ilyen kíváncsi ember, és szeret nekem elküldeni ilyen képeket. <kül> Angliában, Londonban van bejegyezve a Skyway Capital, de az iroda Moszkvában van. A Skyway Capitalon keresztül mi rendelhetünk, előtt kell csinálni egy ingyenes regisztrációt, nincs semmilyen tagdíj, havi, éves. És itt tudjuk megrendelni a csomagokat. Mi szoktunk olyasmit csinálni, hogy utolsó napokban csinálunk egy, megrendeljük az új csomagokat. Nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, hogy kell csinálni, de meg tudom mutatni egy pár képbe. Mindjárt csak megtaláljam, hova tettük ezt. Itt van. Az ügy úgy működik, hogy be kell menni a Installment program, most ez angolul van, a havi részletekre, ki kell választani egy csomagot, mondjuk rá a Steady csomagot, a dupla első két részletet, megnyomjuk a Choose, a Kiválasztani, utána megyünk a külső fizetési processzorral, és akkor megnyomjuk itten például a bankot, vagy adv keset mindegy, és akkor megyünk egyel tovább, megnyomjuk, hogy checkout, akkor elfogadjuk a követ, ezeket a szerződést, még egyszer elfogadjuk, hogy yes, akkor kinyissa az első oldalt, itt kipipázzuk, hogy elfogadjuk ezt a szerződést, megnyomjuk, hogy invest, és megjelenik a webirodánkba a fizetési terv. Ez hivatalosan 7 napig őrzik, de uh, mi tapasztalatunk 24. nap törlik. Szóval, ha 25. karácsony, vagy 26-án még este, eszünkbe jut, hogy lehet, hogy még a következő 2-3 hétben valahol összejön pénz, akkor lefoglaljuk ezt a csomagot, és 24 napig bármilyen rendszerrel, kártyával, banki utalás kell számítani, 1-5 napig beérkezik a pénz, megnyomjuk és fizessük tovább. Mi ezt mindig így csináljuk a csoportba, és kb. 50%-kal megnöveljük a forgalmat. Úgyhogy a webirodába ki lehet választani, most 1000 dollárért olyan 50 ezer részvényt kaphatunk, szóval 2 cent a zára, ami 50 ezer dollár lesz első nap a tőzsdén. Vannak nagyobb csomagok, ilyen 5-10-25-50 es csomag, amit szintén meg lehet fizetni 10 részre, szóval 10 havi részlet 500 ezer, fél vagy 5000 dollárért. A legkisebb csomagok, 25 dollár a havi rész lett, az ilyen 20-21 euró. Ezt megcsináltak mindenkinek, még azok az öregasszonyok Oroszországba, akik sütnek egy kis kalácsot, vagy eladják valamilyen terméket, amit termeltek a piacon, és akkor elmegy és befizeti, és lesz neki részvénye, lesz neki egy szép nyugdíja. Szóval 25, 50, 100 vagy 200 dollár havi részvény, mindig ajánljuk, hogy fizessük meg az első kettőt, akkor kapunk különböző bónuszt. Még mindig érvényes, hogy az első 7 nap a regisztráció után, aki megrendel bármennyi és bármilyen csomagot, kap 10% bónusz részvényt. Ez csak akkor kapja, ha kifizeti az összes részletet időbe. Ez is fontos megmondani. A táblázatban... 15-30-50-150 ezer dollárért lehet. Itt nem érdemes ilyen 2000 dollár alul venni, ezeket a nagyobbakat esetleg. Mi nem nagyon szoktuk használni a táblázatot. Szóval, ha bemegyünk az irodába, akkor mutassa, hogy mennyi van, 6 nap, 6 óra, ennyi perc, ez most ez a diszkont. Szóval, december 26-án megyünk a 13. fázisba, minden részvényre kapunk külön szerződés, angol és orosz nyelven. Kapunk egy ilyen konfirmációs ö, certifikátot, ahol megmutassa, hogy mennyi ö, részvényünk van. Ez is egy ö, ö, ilyen ö, ö, bizonylat. És a certifikátot, ha meg akarjuk rendelni, 10 dollárért elküldik a postán nekünk olyan 2 és 5 héten belül. Attól függ, hogy mikor rendeljük meg. Ez nem köve, nem nem muszáj megrendelni, de aki akarja, meg tudja. Londoni és Tokió tőzsdére fognak majd kimenni. Biztos, hogy nem egyszerre, de már elsőre kimennek, akkor már ottan. Egy nagyon nagy finanszí egy cég fogja, aki ilyennel foglalkozik, ilyen tőzsdékel, az fogja majd kivitelni őket. 2018-ban megjelent a Skyway Token, azok, akik első 50 ezerbe bementek, mint befektetők, 100 ezer részvényig tudják beváltani, 2000 részvénybe a tokenra. Én még nem váltottam be, nem még gondolkodok, de december 26-a után akkor lehet, hogy már tudunk tokent is venni. Ezzel a token a 1 milliárd token van kibocsájtva, fél dollárba kerül, és 500 millió dollárt fognak összeszedni, és olyan projektekbe fogják befektetni, ami e, például a Moszkva gyűrűre, hogyha bele kell menni a Skyway-nak ilyen 25-30%-kal, meg saját célprojekteket fognak képíteni. Junitskinak az a terve, hogy 300-400 saját célprojektje legyen a következő 10 éve. Nekünk ez nagyon fontos, mert a Dubai projektbe 25%-kal vagyunk, ami már nagyon jó, de a saját projektünk lesz, akkor magasabb lesz a cégnek a értéke, magasabb lesz a részvény, és nagyobb lesz az osztalék. Mert ha sajátod van, akkor az összes jegy, ami el van adva, az mind oda megy. Sok ilyen óriási projektet kihagytunk, a Google-ba nem tudtunk bemenni, mert 100 ezer dollár kellett a minimum. Amazont sokan kinevették, hogy mi lesz ebből. Több mint ezer dollár a részvénye, a leggazdagabb milliárdos az Amazoni tulajdonosa. Alibaba a tulajdonos. Ö, 100 dollárért 1 millió részvényt kezdett árulni, sokan kinevették, nem hittek neki, számítsatok, ha 170 dollár egy részvény, és ha vettetek volna 1 milliót, akkor nem hallgatnátok mai prezentációt, hanem valahol feküdnétek valamilyen szép szigeten, és ottan a mások, fogna, mások szolgálnak ki benneteket. A Skyway tudjuk, hogy van, nem hisszük még, mert ha hinnénk, akkor eladnak a házat is, feleséget, az autót, mindent, mindent befektetnénk, de ezt nem is kell csinálni, de valamennyi, egy pár százezer ezer már az osztalékkal is meg lehet élni szépen nyugdíjba, vagy ilyen kis utazásokba, és mi ezt tudjuk most, hogy jó projekt, komoly projekt, és most itt vagyunk. Uh, én szerintem ennyi volna a mai estére, ha valakinek még esetleg van valami kérdése, nyugodtan írjatok oda, ha tudok, akkor válaszolok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, átmentünk a 6 percet, mert még mindig töröm ezt a magyart, bár itthon magyarul beszélünk, de majd legközelebb még jobb lesz.